Magyar hangok. Német Borbála, Cvetkó Sándor. Nagy Katica, Debreceni Csaba, Nárai Erika. Hirtling István, Bálizs Anett, Martin Márta. Melis Gábor, Lamboni Anna, Horváth Töreki Gergely. Nádasi Veronika, Csifó Dorina, Szabó Endre. Kovács András Bátor, Sótonyi Gábor. Nagy Blanka, Cető Ádám. Az érzelmek tengerén. Mi történt? Tudom, hogy nehéz életem, de legalább a ház még mindig ott van neked. Szerintem add el és keress egy kisebbet, ahol elfértek. Rendben, drágám, rendben, át fogok ugrani. Jól van, ne zaklasd fel magad. Mehmet bácsi egy vasat sem tudott szerezni a testvérétől, Deniznek. Semmi pénze nem maradt, nincs telen lett. Mit szólsz? És ezen te mosolyogsz? Van egy kis félretett pénzünk. Beszélj vele, hogy segítünk neki. Dehogy is, ne zsárd! Te nem ismered annyira Deniszt, mint én. Soha nem fogadná el. Megsértenénk vele. De mi oka lenne megsértődni? Régi barátok vagyunk. Ha nem akarsz ártani, inkább fogd be a szádat. Tudom, hogy miről beszélek. Most egy nehéz időszakon megy keresztül. Jó, de... tudod, bűntudatom van, ha nem próbálunk neki segíteni. Nézd, Nezsát! Kidolgozzuk a lelkünket, hogy spóroljunk magunknak egy házra, és fizetjük a lakbért. Azok az emberek, akiknek most te segíteni akarsz, mikor ajánlottak fel segítséget? Miért ajánlottak volna? Te bankár vagy. Ha akarnánk, már felvehettünk volna hitelt, sőt, már törlesztettük volna a nagy részét. De te nem vagy rá hajlandó. Folyton ezzel a lakáshitellel jössz. Majd felvehetünk hitelt, de előbb legyen meg az előtörlesztésnek legalább a fele. Nem akarok a bankházában élni. Nézd meg Denis helyzetét. Apa, egész éjjel gondolkodtam. Eladom a házat, és venni fogok egy kisebbet. Nem tehetek mást. De a fele Alihán nevén van. Hogy fogod így eladni? Még nem tudom. Beszélek Nezsáttal, hogy milyen lehetőségeim vannak. Mi hamarabb el kell adnom a házat. Nincs pénzünk. Jó napot! Jó napot! Bemehetünk? Nem zavarunk? Elnézést, de maguk kicsodák. Mi vagyunk az új tulajok. Az építéssel jöttünk, hogy lemérjük a szobákat. Itt valami félreértés lesz. Ez a ház Alihán Oszturán háza. Őtőle vettük meg a házat. Ön a felesége? Várjon, álljon meg! Aha, nem enged be a saját házamba. Számíj, hívd a rendőrséget. Özlem, nyugalom! Asszonyom, ön nem tud róla, hogy eladták a házat? Nem is értem ezt, hogy lehet. A ház fele az én nevemen van. A férje az ön részét is eladta. Felhatalmazást adott neki. Látja? Eladta a házat. Alihán eladta a házat. Nézze, van önnek egy ajánlatom. Adunk 3 napot. Utána nekiállunk az átalakításnak. Miről beszél, Számi? Ez a ház a mi tulajdonunk. Rendben, kiköltözünk. Köszönjük szépen. Kitartást, hölgyem.
Gyere, özlem! Túlságosan jó szívű vagy. Az az ember mindenkit átvert, a felesége nem is tud semmiről. Hihetetlen, nem is értlek. Apa, most mit csináljunk? Nagyon szép. Nem hiszem el. Olyan szép. Maga a valóra vált álom. Itt a kulcs. Mikor hozzák ki anyut kocsiját a szervizből? Nem tudom. Valami alkatrészre várnak külföldről. Ó, az eltart egy darabig. Mindegy, szívesen hazahozunk. Rendben. Majd beszélünk. Örültem. €350 adok értük. 350-et? Most komolyan? Ez van, hölgyem. Ez a reális ára. Maga viccel velem? 15 000-et fizettem ezért az asztalért 5 évvel ezelőtt. Igen, de 5 éve használja. Nézze, az áldott jó szívem miatt hajlandó vagyok felmenni 400-et. Én ezt nem hiszem el. Mi az ördögöt csinálsz, anya? Elment az eszed? El akarod adni a bútorokat? Edge, nem tehetek mást. Tűnés! Menjen a házunkból! Tűnés! Edge! Tűnés, te férszívó vámpír! Edge! De nézd, nem akartam az úr előtt mondani, de bármelyik percben megjöhetnek a behajtók, hogy elvigyék a bútorokat. Behajtókat küldtek ránk? Drágám! Ez komoly! Edge, gyere, beszéljünk! Miről beszéljünk? Edge, ülj le! Ne üvöltöz, kérlek! A dolgok rosszabbak, mint gondolod. Hogy lehet rosszabb, mint gondolom? El akartad adni a bútorainkat. Apád eladta a házat. 3 napon belül ki kell költöznünk. És ahhoz, hogy fizessünk egy albérletet, pénzre van szükségünk. Ezért akarom eladni a bútorokat, értesz? Minden, amit felépítettünk, darabjaira hullik. Denis szívem, nézd, én szeretnék neked segíteni. Beszéltem Nezsáttal. Mondtam neki, hogy szükséged van ránk ezekben a nehéz időkben. Tudod, hogy félretettünk egy kis pénzt saját házra. Nagyon szépen köszönöm. De nem tudom, mit hoz a holnap. Nem akarlak kényelmetlen helyzetbe hozni. Én ettől függetlenül szeretnék segíteni neked, viszont Nezsát ugyanazt mondta, amit te. Mármint, hogy nem tudhatjuk, hogy vissza tudod-e fizetni, mire házat szeretnénk venni. Megkért, hogy ne hozzam fel a pénzt a barátságunk érdekében. Jól mondta. Nem fogadhatok el tőletek pénzt. Kizárt.
Figyelj ide, drágám. Van pár barátom, aki le akarja cserélni a bútorait. Azon gondolkodtam, ha tőlük kérünk ajánlatot, talán többet mondanak, mint egy használt bútorárus, ha? Mit gondolsz? Sőt, még lehet, hogy én is veszek magamnak pár bútor tőletek. Feltéve persze, hogyha az eladás mellett döntesz. Azt megköszönném. Nem tehetek mást, mint hogy eladom őket. Nagy szükségünk van most a pénzre. Tényleg. Elnézést kérek. Parancsolj. Nem tud a közelben kiadó lakást? Figyelj az ablakokat. Rendben, köszönöm. Igazán nincs mit. Hölgyem, ki a dolakást keres? Láttam, hogy az ablakokat figyeli. Nos, igen. Tud esetleg kiadó lakást a közelben? Normális főbérlővel? A rokonaimnak van egy kiadó helye. Külföldre költöztek, de évek óta üresen áll a ház, mert eddig nem kerestek bérlőt. Egy kis kertes ház. Esetleg megnézhetném? A kulcs sajnos nincs nálam, de kívülről szívesen megmutatom, arra van. Rendben. Egyedül költözne? Nem. Apámmal és két gyerekkel. Mi lesz, ha visszajön a főbérlő? Nem szeretnék folyamatosan költözködni. Ne aggódjon, már 20 éve nem lakik itt senki. Egyszer sem jöttek haza, és már nem is fognak. Rendben, szívesen megnézem. De megtenné, hogy felhívja őket először? Kérem, előbb nézze meg a házat, és ha tetszik, felhívom őket. Felesleges megnéznem a házat, ha már előre tudják, hogy nem fogják kiadni nekem. Azt a részét bízza rám. Ha tetszik a ház, megbeszélem velük. Rendben, ahogy gondolja. Azt mondta, a főbérlő Németországban él. Mit dolgozik? Mennyi idős? Nem tervez hazajönni nyugdíjas korára? Asszonyom, maga aztán alapos. De tényleg nem kell aggódnia, mindent intézek. Hány szobás a ház? Azt hiszem 3 vagy 4. Bőven elég lesz maguknak. De az emeletet ne használják. Na és mennyibe kerül? 2500, bútorozottan. A környéken drágábbak, higgy el. Sajnos ez most nem fér bele. Nem tudok ennyit fizetni. Meg kell húznunk a nadrág szíjat. Van egy ajánlatom, hölgyem. Mondom, mi legyen. Fizessen ki 1/2 év lakbért előre. Készpénzben, ha lehet, és akkor havi 1500 lesz. Nem kérek se kauciót, se pedig illetékadót. Mit szól hozzá? Először beszélek az apámmal. Ahogy gondolja, de van egy másik érdeklődő is, aki holnap jönne. Kérem, nem tudna várni még néhány napot? Holnap délutánig van időnk eldönteni. Ha délig megkapja a teljes összeget, a házat kiadja nekünk. Látod, édesem, Allah megsegíti, aki szükségben szenved. Önként és dalolva fogunk beköltözni egy putris kis lakásba. Az nem egy putris lakás.
és hangulatos a környék. Imádni fogod, ha meglátod. És van hozzá egy nagy kert is, tudjátok? Ahol tudsz majd sokat biciklizni. Apa is oda költözik velünk? Oda költözik. Csak légy egy kicsit türelmes. Legyenek óvatosak, nehogy megkarcolják. Az én holmimat tegyék az elejére, először nálam fogunk megállni. 1800. 200 maradt az ékszerekből. Hogy fogom ezt kipótolni? Ezt nem fogom eladni. Életem, hiszen elváltatok. Igen, tényleg elváltunk, de csak papíron. Addig nem veszem le az ujjamról, amíg nem tudom biztosra, hol a férjem. 8700, 8800, 8900 és 9000 lira. Köszönöm szépen, hölgyem. Új zárat szereltünk fel. Itt vannak a kulcsok, most már a magáé. Köszönöm szépen. És a szerződés? Még nincs kész, de holnap beugrom és aláírjuk. Hogy érem utol magát, ha valami történik? Megadná nekem a telefonszámát? Nem használok mobilt, hölgyem. De keresse Sinont, mindenki ismer. Egy utcára lakom innen, szomszédok vagyunk. Rendben, köszönöm. Érezzék jól magukat. Szia! És te hozott. Ez meg honnan van? Ez nem Denizé? De igen. Megvettem. Mindig is imádtam. Mennyiért? 250-ért. Te most viccelsz? Ez egy antik bútor. És akkor? Add vissza neki. Mondtam, hogy megvettem. Kihasználod őt, amikor a földön fekszik. Ez nem szép. Ne szórakozz velem. Tudod, hogy a bútorkereskedő mennyit ajánlott érte? 30 lírát. És ő majd nem eladta neki. Denis külön köszönetet mondott nekem, hogy ennyit adok érte. Kívánj valamit! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot, fiam! Büszke vagyok boldog rád! Boldog szüli napot! Cheese! Cheese! Deniz, elkészültünk, lányom.
ezt elkérhetem? Tessék, köszönöm szépen. Íme, itt az új otthonunk. Nagyon csinos ez a ház, lányom. Nem számítottam ilyen jóra. Ha bemegyünk, elájulsz, majd gyönyörű a kert is. Szinte árasztja magából a békét. Ti teljesen megőrültetek? Ez a hely egy putri. Egy sintértelep komfortosabb, mint ez. Edge, ne figyelmeztesselek többször. Amióta apád elment, szörnyen viselkedsz. Mit fogsz csinálni, anya? Felpofozol? Gyerünk, próbáld meg nyugodtan. Edge, ne legyél pimasz. Ő az édesanyád. Sziasztok! Isten hozott! Lányom, ezek eladták a házukat. Ötletem sincs. Figyel, lányom. Ezek úgy vannak öltözve, mint akik a felső 10 000-ből jöttek. Nagyon szép az a lányanya. Lehet, hogy fel fogják újítani a házat. Remélem, egy villát csinálnak belőle. Olyat, mint a magazinokban van. Miről beszélsz? Tudod, vannak azok a csicsás házak. Jamila néni! Jamila néni! Miért kiabálsz, Fikrie? Nézd csak oda, új szomszédaink érkeztek. Hol vannak? Ott vannak előtted. Nem látod, Jamila néni? Nézd előre. Hogy a keservit. Mikor menjünk át őket üdvözölni? Várjuk meg, amíg bepakolnak. Nem hoztak magukkal bútorokat, Jamila néni. 5 bőröndöt bevinni nem olyan nagy cucc. Kitől bérelték ki a házat? Mirat visszajött? Már hogy jött volna vissza? Ha visszajött volna, tudnánk róla. Mikor ment el? Van annak már vagy 20 éve is, lányom. Eltemette az édesapját és elköltözött. Isten őriz! Te Jamila néni! Szörnyű dolog jutott az eszembe. Mi van, ha valami történt szegény Mirattal? Hogyan, drágám, de hogy is? Nem olyan idős. Nem csak az idős embereknek eshet baj a drága szívem. Mirat úgy 4-5 évvel idősebb, mint én. De a halált ez nem érdekli. Rossz előérzetem van, megyek és imádkozom érte. Kiválasztotta Mirat úr? Ő a legjobb. Szép darab. Mit gondolsz, Hirzat? Egyet értek, apa. Nagyon szép ló. Nincs vele semmi baj? Rendesen megvizsgálta? Megvizsgáltam, Salman úr. Az istálló kész? Az istálló kész van, fiam. Készen van. Akkor vezesd be ezt a lovat. Már is, uram. Látni akarom, hol fogják tartani őt. Tessék? Mit gondol, hol fogjuk tartani? Ez egy egyszerű istálló. Nézze! Minden élőlény megérdemli a tisztelete, Salman úr. Vagy ha az üzleti nyelvből ért csak, a ló akkor hozza vissza a pénzt, ha jól bánnak vele. És ha még így sem értjük meg egymást, visszaviszem a lovat. Értjük egymást. Tökéletesen értjük egymást. Mutasd meg neki. Rendben, uram. Edge, gyere és vidd el a táskát. Mit csinálsz ott? Edge! Apa, megjött apa! Várj, nem apa jött. Jó napot! Isten hozott a szomszédságban. Isten hozta magukat. Jó napot, jó napot. Áj, Jamila drágám, éppen takarításkor jöttünk. Alaposan töröd meg a papucsodat, ne mocskoljuk össze a frissen mosott padlót. Így, óvatosan.
Csináltam finom lángos kenyeret egészségükre. Én pedig most vettem le a teát a főzőlapról. Gondoltam, jól fog jönni egy kis frissítő ebben a nagy pakolászásban. Nem igaz, Jamile? Isten hozta magukat a szomszédságban. Én Figen vagyok. Én köszöntem az erkéről. Elnézést kérek, csak váratlanul ért minket a látogatás. A lányom Edge. Értem, nagyon örvendek, Edge. Nagyon örvendek. És most öntök mindenkinek teát. Én Jamile néni vagyok. Pontosan szemben lakom magukkal. Csak kopogjanak, ha szükségük van valamire. De ha nem alom, kopogjanak újra, mert nem olyan éles a fülem, mint annak idején. Jamile néni, venned kéne egy olyan hallássegítőt, már egészen olcsón vesztegetik. Be sem mutatkoztam. Fikrie, tessék, Isten hozta. Elnézést kérek, én Denise vagyok. Nagyon örvendek. Jaj, Jamile néni, nézd, milyen kis jóképű fiú. Hát, hogy vagy te, csöpség? Hogy vagy jóképű? Nagyon örvendek. Szervusz, fiatal úr. Mi az, nem tudsz beszélni? Pont olyan, mint az anyja. Elvitte a cica a nyelved. Édesem, nem akarsz válaszolni? Nem akar. Megszeppent a drága lelkem. A kedves nagypapa cukorral issza? Nem kérek cukrot, köszönöm. Na, cukor nélkül. Nagyon örvendek. Ön Deniz édesapja? Igen, én vagyok. Maguk csak üljenek le, én inkább a másik szobában iszom meg a teát. Ozan, gyere, fiam. Ahogy érzi. Csücsönj le. Ez egy nagyon kedves kis szomszédság. Mindenki nagyon barátságos. Könnyű beilleszkedni. Hamar megtalálja az ember itt a helyét. Örülünk, hogy itt vannak. Megvásárolták a házat? Mit akartál kérdezni? Felújítják. Fel fogják újítani a házat. Meg ne haragudjon, de mennyi volt? Nem vettem meg, csak bérlem. Remek. Csak bérli a házat. A férje még dolgozik, vagy merre van? Elváltunk egymástól. Allah szerelmére, pedig maga nagyon csinos. A férfiak mindegy szálig disznók. Közös megegyezéssel történt, nem csalt meg engem. Közös megegyezéssel. És a bútorok nála maradtak? Mármint tudjuk, hogy mennek ezek a vállási ügyek a bíróságon. Van egy tévéműsor délutánonként. Jamile nénivel nagyon képben vagyunk ám az ilyesmiben. Nem szeretnék a vállásról beszélni. Kérem. És honnan ismered Mirátot, lányom? Hogy kit? Mirátot? A ház tulaját? A nagyapjától örökölte. Még fiatal volt, amikor elköltözött. Azóta nem láttuk. Visszajött az országba. Nem ismerem Mirát urat. Akkor kitől bérelte ki ezt a házat, Deniz asszony? Sinan úrtól. A szomszéd utcában lakik. Azt mondta a rokonáé. Sinan úrtól? Miféle Sinan úr? Jamile néni, te ismersz a környéken valakit, akit Sinannak hívnak? Te! Az nem Lizának az albérlője? Jaj, dehogy drágám! Az nem lehet, azok gázpalackokat árultak, és volt valami fiatal, aki a padláson él, de azt hiszem már kiköltöztek. Azóta már egy egyetemista lány él abban a házban. Nos, úgy tűnik, Jamile néni, Mirát végül eladta a házat. Ezek szerint nem fog visszajönni. Remélem, mindent rendben talált, megfelel az istálló? Nem is rossz. Pár dolgot azért még helyre kell hozni. Rendben. Te egy tisztességes ember vagy, fiam. Csináld meg, amit kért. Gyerünk. Ahogy kívánja Salman úr. Ez itt a magáé. Remélem elég. Köszönöm. És ha a ló nem győz a versenyen, remélem többet nem találkozunk egymással, mert paprikás leszek. Én nem egyszerű lókupec vagyok, uram. Maga egy jó versenylovat szeretett volna. Megkapta a legjobbat. Ennyi. Elmondja, hogy maga hova valósi? Isztambulba.
Nem tudtam, hogy ott is születnek tisztességes emberek. A tisztesség és egy ember karaktere nem ezen múlik. Na égönnel. Mirat úr! Hosszú utat tett meg. Hadd vendégeljen meg magát. Menjen inkább holnap reggel. Feltéve, ha nem siet sehova. Köszönöm. Még soha nem láttam ehhez hasonlót, uram. Önnek nincs rendes háza, ebben alszik. Ez az én házam. Na és nincs neje és gyerekei? Nincsenek. Mit tehetünk? Nekem van családom, de nem osz, nem szoroz. Öten dolgozunk itt apró pénzért. Tudja, uram, az én uram több emberrel is beszélt maga előtt. Két lovat vissza is küldetett. Aztán mondták neki a városban, ha jó lovat akar, magát keresse. Nos, igazuk is volt, ért ahhoz, amit csinál. Köszönöm. Honnan jött ez a munka? Cserkeszföldi vagyok. Az őseim lói domárok voltak. Tőlük örököltem. No hát. Köszönöm. Békét és bőséget, jó étvágyat! Köszönöm. Azért jöttek, hogy megkérjék az uram lányát. A vőlegény családja is gazdag, de nem annyira, mint az uram. Sok boldogságot. Egy nap maga is megesküszik. Nekem már késő. És nem is áll szándékomban. Akárhogy is, uram, hagyja majd a tányérokat kint, jövök és elpakolom, ha lefeküdt. Köszönöm. Jó étvágyat, jó éjszakát. Köszönöm, jó éjszakát. Mit csináltál a húgommal? Apa, itt vannak, apa! Nyissátok ki az ajtót, apa! Gyerünk, siessetek! Gyerünk, gyerünk! Mozogjatok, mozogjatok! Gyerünk, szálljatok be a kocsiba! Mozgás, mozgás! Ez lenne a reggeli? Egyszerűbb lenne mindenkinek, ha elfogadnád, milyen helyzetbe kerültünk. Én nem fogadok el semmit, anya. És nem erőltetheted rám. Mit szeretnél, mit tegyek? Varázslónak nézel engem? Jól van, nincs erre időm, fejezd be. Inkább add ide a zseppénzemet.
ez mi? Amíg nem találok munkát, ennyi van. Anya, neked elment az eszed? Ez taxira sem lesz elég. Nem taxizol többet. 20 percenként járnak buszok, amik pontosan az iskolád előtt állnak meg. A minibusz pedig fél óránként. Én? Üljek fel egy buszra? Igen. Ahogy a többiek. Tudod, mi lesz, ha valaki meglátott engem? Ha? Pletykálni fognak a hátam mögött, és ki fognak nevetni. Inkább nem megyek be. Ahogy tetszik. De ha nem jársz be, kiíratlak a magániskoládból. És remélhetőleg az államiba majd be fogsz járni busztal. A te döntésed. Korán felkelt, uram, már indul is? Már épp ideje lesz. Na és nem éhes? Kapott ételt az útra? Nem, és nem vagyok éhes. Musza? Honnan tudja a nevemet? Hallottam, hogy Salman úr szól neked. Erre ébredt fel? Az én gazdámat igazán nagy haraggal áldotta meg az ég, az egyszer biztos. Musza, mi volt ez a felfordulás? Láttam, hogy kihoznak egy lányt. Eszméletlennek tűnt. Ő a gazdám lánya, Diár. Őt jöttek tegnap este megkérni? Igen, az apja meg igen mondott. Amikor a lány megtudta, teljesen meghibbant. Szóval nem kérdezték meg? A hagyomány szerint nem kell. Az ilyesmiről az apa dönt. Képzelje, egy csomó gyógyszert beszedett. Szegény szerencsétlen. Szegény? Miért mond ilyet? Maga nem tud semmit a lányról. Teherbe esett. Várandós? Igen. Összefeküdt valami jöttment fiúval. Akkor miért nem ő veszi el? Az nem lehet, hát hova gondol? Ő a gazdám lánya. Látnia kellett volna az arcát, amikor megtudta, hogy terhes, megfogta a lány haját, és kirángatta a kórházból. És most mi lesz vele? Nem tudom. Amit a hagyomány mond. Musza, gyere ide! Megyek, Szizrát úr! Jó utat kívánok önnek, Mirát úr! Nem akarok felszállni a buszra, Hülia néni. Nem, dehogy utaztam még ilyenen. Beszélned kell anyukámmal, kérlek. Én nem akarok így élni, ez borzalmas. Óvatosan! Titkolta előlünk. Összefeküdt valami kölyökkel. Apa, láttam, hogy vér folyik a szájából. Mi lesz, ha meghal? Halljon meg! Ennek a feleset réfa, apa. Tényleg belehalhat. Mondom, hogy nem érdekel. Se étel, se ital. És senki nem mehet be hozzá. Szizzát, holnap este elviszed őt, Firát. Világos? Dobjátok bele a folyóba, ne élje túl!
Miért mond ilyet? Maga nem tud semmit a lányról. Teherbe esett. És most mi lesz vele? Nem tudom, amit a hagyomány mond. Magyar hangok. Németh Borbála, Cvetkó Sándor, Nádasi Veronika, Martin Márta, Nárai Erika, Nagy Katica, Lamboni Anna, Debreceni Csaba, Bálizs Anett, Hirtling István, Csifó Dorina, Horváth Töreki Gergely, Szabó Endre, Kovács András Bátor, Sótonyi Gábor. Magyar szöveg Szatmári Bence, szerkesztő Németi Bicó Katalin, hangmérnök és vágó Nikodém Norbert, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Pitka Irén.